egy jól elkapott természetfotó, jellegzetes épületek, pillanatképek. Színes fényképanyag gyűlt össze Bács-Feketehegy ünnepének fotókiállítására. A bács-feketehegyiek hétköznapjaiban is fontos szerepet játszik a megy. A falunapi fotókiállításon is többeket megihletett. A kishegyesi ifjúsági iroda és a Dombjektív fényírda által kiírt pályázatra ezúttal csak egy pályázó küldött be alkotásokat, így a fotóklub tagjainak munkáira alapozták a fénykép összeállítást. Purucki Marika három alkotása is látható volt. Az evangélikus templomot ábrázolja, a kert végéből fényképeztem. A másik kép is a templomról szól, az a főutcáról van. A harmadik kép az még egy öreg fa, az itt egy utcával arrébb. Egyszerűen mentem arra, és megláttam, és úgy megragadott. Szarka Zsóka több fotóját is bemutatták a tematikus kiállításon. Feketics a téma, Bács-Feketehegy, a falunap és a megynapok, és igyekeztem olyan képeket találni, ami tükrözi a feketicsi életet, hogy milyenek vagyunk, és hát hogy néz ki Feketics, és a meggyes képeket készítettem még erre a témára. A Dombjektív fényírda fotóklub az idei év elején alakult, a hobbi fényképezés fejlesztése és népszerűsítése a céljuk. Elsősorban azért jöttünk létre, hogy arra gondoltunk, hogy ha egy egyesületet alapítunk, akkor sokkal több lehetőségünk lesz fotózni, eljutni helyekre, tanulni a fotózásról, és természetesen a fotózás népszerűsítése is, hogy amint az előbb is említettem, ne ragadjunk le a mobiltelefonnal való fotózásnál, hanem kicsit komolyabban is járjunk utána, hogy mi is az a fotózás. Nem először szervezték meg a tematikus pályázatot a községben. Elsőként Kishegyesen, március végén a falu újratelepítésének ünnepére hirdették meg a fotóversenyt, most pedig Bács-Feketehegyen. A község harmadik faluja, Szikics sem maradt ki a sorból, ott is létrehozzák majd a településről szóló fotómustrát.